Hello mindenkinek, én Gibi vagyok, és itt is lennék a Minecraft 15W45 és 46-os snapshotjaival. Azért egy videóban készítem ezt a két snapshotot, mert uh, elég sok külföldi videósnál is így láttam. Ráadásul már nem nagyon adnak ki újabb snapshotokat, így gondoltam uh, összetömörítem ezt a két snapshotot, ugyanis mindkettő elég rövid, úgyhogy most ezt a két snapshotot láthatjátok egy videóban. De nem is húzom tovább az időt, vágjunk is bele. Először is egy új beállítást tettek elérhetővé, ez pedig a realms kapcsolatos, tehát a Minecraft birodalmakkal. Itt az értesítéseket mostantól ki is be tudjuk kapcsolni ezzel kapcsolatban. Aztán egy másik újítás, a szörnyek mostantól még könnyebben keresik és tervezik meg az utat az ellenségük felé. Ezt meg is mutatom nektek. Előveszek mondjuk egy zombi spawnert, és Láthatjátok, hogy ide raktam egy falusit egy tó közepére, hát de nagyon szép tavat gyártottam, és... És láthatjátok, hogy ide rakom a zombit, és már is megtervezte magának az utat, és el is jutott oda. Egy másik ilyen lehetőség például, ha azt nézzük meg, hogy mostantól félblokkokon is fel tudnak menni. És már ott is van. Szóval ennyit változtattak a, a szörnyek útkeresésén és tervezésén. A következő újítás egy viszonylag nagy újításnak mondható dolog, ugyanis sok új hang bekerült a játékba. Ezeket szeretném nektek most sorban bemutatni. A kardok kaptak egy új suhintás hangot, és ez annyiban érdekes, hogy nem mindig ugyanaz a hang, hanem a suhintás erejétől is függ a hang. Tehát, hogyha nincs teljesen feltöltődve a fegyver, akkor más hangot fog kiadni, mint hogyha teljesen fel lenne töltve. Illetve, hogyha critical hitet mérünk az áldozatunkra, akkor is teljesen más hangot fog adni. Ezeket gyorsan megmutatom. Tehát ilyen egy alapsuhintás. Mindjárt megmutatom, ha nem menekülne. Hallhattátok, elég érdekes. Viszont, hogyha mondjuk egy másik ö, mobnál nézem meg, mondjuk a tehénnél, amit most pont nem találok, de szerintem mindjárt meg lesz, itt is van. Szóval, hogyha mondjuk nincs teljesen feltöltve, akkor más hangot fog kiadni. Ezt mondjuk jobb lenne egy fakarddal bemutatni, ott többször meg tudom ezt csinálni. Na. Ne menj el. Videó van. Gyere. Hallhatjátok, hogy sokkal rövidebbek ezek a hangok. Viszont, hogyha critical hitet alkalmazok, akkor olyan lesz, mintha összetörne a csontja is az áldozatnak. Ezt meg is mutatom. Ne táncolj, egy szíves. Hallhatjátok, hogy elég érdekes és... Elég valóságű hangja van szerintem, nekem nagyon tetszik. Megmutatom még egyszer. Nagyon tetszik nekem. Nézzük is a következő hangefektet. Új hangokat kapott a sákör, a korábbi verziókban egyébként a vasgólem hangját kapta, de most teljesen más hangot kapott, saját egyedi hangokat, meg is mutatom nektek. Elég érdekes hangja van. Na? És hogyha elkezdődj ütni, akkor... akkor ezt a hangot adjék, és hallhattátok, hogy egy új halál hangja is van, tehát ezt megmutatom még egyszer, hogyha meghal, akkor saját hangja van. Ez volt tehát ez a hang. Szerintem ez is nagyon vicces, és nekem nagyon tetszik ez is. És végre a boszorkányok is kaptak hangot, most már nem csak némán fognak sétálgatni, hanem mostantól egy nagyon érdekes hangjuk lesz. Ezt is megmutatom nektek, szóval készüljetek fel. Kis vihogása van. És hogyha vissza a bájtalt, akkor hallhatjátok hogy lehet hallani, hogy lenyeli. A csak. Nagyon jó. Nagyon tetszik a bájt livó hangja. Tehát ez volt a boszorkányal kapcsolatos hangújítás. Elvileg a Guardian is kapott egy új hangot, amikor harcolunk vele. Én ezt most kipróbáltam, és nekem valamiért nem működött, de szeretem volna elmondani, hogy ez is benne van a Snapshotban. Illetve a PA is kapott egy lövedékvédelem hangot. Ezt most meg is mutatom nektek. Tök jó, nekem nagyon tetszik. Na? Na, találj már rá! Úgy, -ni. Nagyon jó. Egy sokak által várt újítás szerintem az, hogy mostantól az egyszer egyes lyukakban, tehát az ilyenekben, mostantól az entitik nem fognak belebagolni, belefulladni a falba, tehát ha mondjuk van egy csirkefarmotok, akkor nem fognak meghalni a csirkék azzal, hogy egymást beletolják a blokkba, a legelső snapshotokban, amik az 1.9-hez készültek, lehetőség volt arra, hogy térképpel nagyíthassuk a térképeinket. Mostantól ez nem lehetséges, tehát visszavonták ezt a lehetőséget. Illetve újra lehet színezni zászlóval a pajzsokat, tehát mostantól ezzel lehet dekorálni ismét a pajzsainkat. És elérkeztünk a 46-os heti snapshothoz. Idáig, hogyha egy zászlónál vagy egy táblánál használtuk a Replace parancsot, akkor az általában elég bagos volt. Ezt elvileg most már kiavították sok más bugfix együtt, tehát mostantól ez nem lesz bagos. Illetve, hogyha hirtelen túl sok XP-hez jutottunk, akkor az általában ellepte a fejünket, és nem láttunk tőle semmit. Mostantól ez a karakter lábánál fog összegyűlni. Oda el is dobálok párat. Úgy, né? Jó, kicsit távolabb megyek, nagyon követnek, és meg is mutatom nektek, hogy ott vannak lent a lábnál, tehát nem jönnek föl a fejemig, ami szerintem egy egész jó újítás, és láthatjátok, hogy teljesen tiszta a képernyő, mindent ugyanúgy látok történt egy ö, változtatás a Do Tile Drops nevű game rule-nál, ugyanis hogyha ez folszom van, akkor mostantól az érc kibányászása nem fog tapasztalatpontot adni, úgyhogy mostantól erre is figyelni kell, hogyha be van kapcsolva ez a game rule. A 0,521 ezred blokknál kisebb entitik mostantól nem fogják letaposni a kapált földet, igazából ez főleg a kis mobokra jellemzőek, Például a kis kölyök állatokra, vagy a kicsi zombira, tehát ilyenekre. Szerintem még a kicsi nyuszi is beletartozik, meg talán maga a nagy nyuszi is. Szóval ö, mostantól ez annyiban jó, hogy nem kell félnünk minden egyes mob átjárásakor, hogy a, le fogják taposni a termésünket. És egy elég. Ö, Realisztikus újítás is bekerült, ugyanis mostantól, ha a hórétegre vizet öntünk, vagy pedig lávát, akkor az el fog olvadni. Ezt meg is mutatom. Tehát itt a hóréteg, és itt a víz, és el is tűnt. Ez ugyanúgy megtörténik, hogyha lávát öntünk le. Szóval már olvad is el a hó. Mert most nem szeretnék ilyen erdőtüzet létrehozni, úgyhogy ezt így el is folytom. Mostantól a vasrúd így fog kinézni, hogyha önmagában áll, és nem csatlakozik semmilyen más blokkhoz. Szóval ennyi kisebb változtatás történt ezzel. Illetve az újabb verziókban generált vasgólemek 100%-os knockback ellenállással rendelkeznek, tehát elvileg, ha egy újat lesz pónolok, nem pedig egy olyat mutatok be, ami már mondjuk az 1.7-ben lett létrehozva, akkor elvileg nem tudom hátraütni a knockback ami szerintem azért elég jó kis újtás, mert hát valljuk be elég nagy tömegük van, és azért érdekes, hogy a karddal csak úgy hátra lehet ütni őket, még akkor is, hogyha varázslat van rajtuk. Szóval itt a vasgólem, és itt van a knockback kettes gyémánt kard. És láthatjátok, hogy szépen elsétál, és nem tudom hátréblökni. Úgyhogy mostantól erre is figyelni kell, de nekem nagyon tetszik ez is. A félig átlátszó blokkokon mostantól nem fognak mobok spónolni, ez ugye például a falevél. Ugye láthattunk sokszor olyat, ha mondjuk Jungle jártunk, hogy a malacok, a tehenek bele voltak ragadva ezekbe a blokkokba, és szegények nem tudtak mit csinálni. Hát mostantól ilyeneket nem fogunk látni az 1.9-ben. A mobok spónolásával még egy változtatás történt, a sineken és a restónon mostantól nem fognak spónolni a mobok, illetve el is fogják kerülni ezeket a blokkokat elvileg, tehát mostantól nem kell félnünk attól például, hogy a hullám vastunkra rásétál egy mob, és neki ütközünk, és nem fogunk tovább haladni, tehát ez most már nem fog megtörténni. A nyulak méretén változtattak, mostantól sokkal kisebbek, meg is mutatom, tényleg nagyon picik, és láthatjátok, hogy főleg barna és fekete nyulak spónolnak. Ez azért lehetséges, mert történt egy változtatás a bajomok szempontjából is, ugyanis mostantól, amilyen bajomon spónolnak a nyulak, olyan színű lesz a bundájuk, vagyis olyan színű, amivel be tudnak olvadni az adott bajomba. Tehát például a sivatagban ilyen homokszínű nyulakkal találkozhatunk, és szerintem a havas bajomokban pedig fehér nyulakkal, de szerintem a videó végén meg fogom mutatni. Változtattak azon is, hogy mekkora eséllyel fogja dobni a lábát halál esetén, mostantól ez az esély sokkal kisebb, illetve sokkal gyorsabban tudnak futni a nyulak, és még szaporításkor is félnek, tehát ha mondjuk oda megyünk répával a kezünkben, amivel meg akarjuk őket szelídíteni, még akkor is elszaladnak előlünk, és kevesebb életük van a nyulak nyulaknak, tehát sokkal hamarabb meg tudjuk őket ölni. Az elektromos sín és az aktiváló sín mostantól átadja egymásnak a jelet, tehát nem kell külön restón jelet adni mindkettőnek, hanem elég egy restón jel forrás is. Hogyha a mob griefing game rule-t ra állítjuk, akkor a hógólemek, tehát a snowgólemek mostantól nem fognak hóréteget réteget maguk után hagyni, ugye ez egyes esetekben elég iregesítő volt. láthatjátok, nincs semmi alatta, és nem is fog akkor se hagyni, hogyha sétál. Mostantól, ha megszelídítünk egy farkast, akkor annak alapból piros lesz a nyakörvének a színe. Ezt azt hiszem megváltoztatták korábban, de most újra piros lesz illetve a redstone egy új hitboxot kapott, láthatjátok, hogy alapból ekkora volt, tehát az egész blokkot elfoglalta, és nem tudtuk kiütni a redstone alattlevő blokkot, viszont mostantól ilyen kis vékony lesz, tehát elérhetjük az alattalevő blokkot is. A mobok mostantól sokkal könnyebben mozognak a vízben, tehát ha mondjuk el szeretnénk csalogatni az állatokat a házunkhoz, akkor nem fogunk velük megakadni a nagyobb vizeken. Itt elvileg van egy tó, ami valamiért nem tölt be. Szóval itt egy bárány, és láthatjátok, hogy szépen halad kifelé a maga tempójában. Gyere szépen ígyni, tehát sokkal gyorsabban végezhetünk a folyóknál az állatokkal, mármint nem úgy, hogy megöljük őket, hanem úgy, hogy hamarabb haza tudjuk őket vinni és szerintem mindent bemutattam, amit érdemes erről a két Snapchatról tudni. Remélem tetszett nektek ez a videó, és hasznosnak találtátok. Most már tényleg a vége felé járnak az 1.9 fejlesztésénél, tehát hamarosan véget érnek a Snapchat kiadások, szerintem már... Maximum egy-két sznapsetot, ha kiadnak, szóval valószínűleg ez a sorozat is hamarosan véget ér, és visszatér minden a régi kerékvágásba, tehát a szokásos sorozatok folytatódnak a csatornán. Tudom, hogy sokan hiányoltátok már őket, és elnézést is kérek azért, hogy nem raktam fel ezekből videót, viszont szerettem volna egy összefüggő sorozatot ezekről a snapsetokról, úgyhogy. Szeretném megköszönni még egyszer a figyelmeteket, ha teszed, dobjatok rá egy lájkot, like vagy írjatok kommentet. Ha újak vagytok, kérlek iratkozzatok fel a csatornára. Előre is nagyon köszönöm, és sziasztok!